Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket, kedvesen és kis püspök atya. Tisztelettel köszöntöm kormány megbízott urat, képviselő urat, polgármester urat is, rektor és rektor helyettes urakat. Köszönöm szépen, hogy együtt ünnepelhetünk ilyen sokan. Köszönöm persze mind a szakmai területek vezetőinek, és persze azoknak a kivitelezőknek, tervezőknek, munkásoknak ezt a fantasztikus munkát, amit elvégeztek elmúlt évek során. Azt kell mondanom, hogy fantasztikus munkát végeztek. Érsek atyával, akkor már nem is emlékszem, hogy még püspökként, érsekként, de bejártuk ezt a környéket. Óboda udvart, csodálatos lett. A Karitásznak az udvarát, csodálatos lett. Most pedig itt vagyunk, láthattuk a képeket, hogy hogy nézett ki, milyen állapotban és mi volt, és milyen célt szolgált. Csodálatos lett. Köszönöm szépen mindenkinek ebéli tevékenységét is, és persze azt is, hogy érsek atya utódja a püspök úr vezetésével lélekkel, élettel meg fogják tölteni ezt az épületet. A versekből fakadóan erre bizton számíthatunk. A kultúra és a hit közötti szintézis nem csak a kultúra igénye, hanem a hité is. Az a hit, amely nem válik kultúrává, nem teljesen elfogadott, nem teljesen meggondolt, és nem hűségesen megélt hit. Kemény szavak, Szent II. János Pál a Kultúra Pápai Tanács alapító levelénél írta ezt. Tulajdonképp megfordítja nekünk, hívő embereknek, hogy persze hit, a cselekedet, a szeretet, ez mind-mind fontos, de azért a kultúra is ott kell, hogy legyen egyházaink életében, és kimeri mondani azt, hogy az a hit, amely nem válik kultúrával, nem teljesen elfogadott. Kemény, hogy belegondoltam ebbe az üzenetbe. Sokan nem örülnének szerintem manapság egy-egy ilyen üzenetnek, de mégis nekünk ezt hangoztatni kell, és főleg akik a kultúra területén dolgoznak, élnek és tevékenykednek, és ki kell állni amellett, hogy az a 2000 éves kereszténységünk, most már több mint 2000 éves kereszténységünk, az teljesen egyértelműen a kultúrával összekapcsolódik. És akik idősebbek itt vagyunk ebben a teremben, vagyis itt ezen a folyosón, azok jól megéltük, és hát nem jól megéltük, hanem átéltük azt az időszakot, amikor is azt mondták, hogy sötét középkor az egyház micsoda károkat okozott, a kereszténység micsoda pusztítást okozott az emberiség történetében. Hozzáteszem egyébként, hát ez a mostani neomarxista csoportosulás is, magukat progresszívnek nevező társaság ugyanezt hajtogatja. És hogyha belegondolunk abba, hogy azt az orvostudományt, amelyre mégis a mai épül a kereszténység és a kereszténységhez köthető tudománnyal foglalkozók tették le, ezt nevezték sötétnek. Azt az építészetet, amelyre mi méltán büszkék vagyunk, és amelynek most a maradékait próbáljuk Magyarországon összeszedni, amit nem pusztított el a muszlim, a török, azt nevezik sötétnek. Azt a fantasztikus művészetet, amelyet mindenen keresztül, bármilyen művészeti irányon keresztül megtartottunk és megkaptunk a múltból, azt nevezték sötétnek. És hogyha a gondolatmenet másik részére is belegondolunk, hogy ugyanezeknek a követői, akik ezt hazudták, ezt próbálták tanítani gyermekeknek, fiataloknak, és persze az egész társadalmat így megváltoztatni, most ezeknek a követői ugyanezt csinálják. Gondoljunk bele abba, hogy hogyan rombolnak le adott esetleg szobrokat. Olyan történelmi egyéniségnek szobrait, főleg Egyesült Államokban, akik igenis azért a nemzetért, vagy azért az országért rengeteget tettek. Hogyan próbálják megváltoztatni a mai világnak a tanítását, és átírni a különböző művészeti alkotásokat, csak azért, mert az ő szemükben ez nem progresszív. József Attila is úgy gondolom, hogy most már rasszista lenne ezzel az utolsó mondattal, amit a vers idézet utolsó mondatában hallottunk püspök atyától, de hát sorolhatnánk tovább, hogy azok a klasszikus versek, költemények, illetve gyermek
és irodalmi művek, fiatalkori műveink, azokat itt sorra-sorra hát kezdik kidobni, kezdik azt mondani, hogy ez már nem a kultúra része, sőt, tulajdonképpen egy elnyomó, rossz időszaknak a része. És nekünk az a feladatunk, és itt nagyon kérem a kultúra területén foglalkozó, és főleg a keresztény kultúra területén foglalkozó munkatársakat, szakembereket, tudományos szakembereket, hogy igenis merjék fölvállalni, hogy ez mekkora érték, ami az elmúlt két évezredben, és ami itt Pécsett az elmúlt közel 1000 évben fölhalmozódott. Ha jól tudom, a legrégebbi pici könyvecske az a 11. századból való itt ebben a csodálatos épületben, könyvtárban. Majd vannak 12. század és későbbi korból emlékek. Hát ezt föl kell vállalni, és ki kell mondani, hogy ezek értéket teremtettek. És ezt senki ne akarja fölülírni egy új kornak a gondolkodásával, amit kort egyébként meg fog haladni elég hamar a történelem. Elég hamar el fog veszni. Mert az, amely a kultúrát kidobja, az, amelyik a kereszténységet és egyébként más vallásokat is üldöz, az, amelyik egyébként nem tartja tiszteletben nem csak a természetet, hanem a teremtett világnak összességében az összes értékét, az nem sokáig fog fönnmaradni. De mégis nagy pusztítást tud véghez vinni, és ezt látjuk a történelem során, akár a francia forradalom, akár a kommunista rezsimek, akár pedig, hát mondom, a mostani neomarxista gondolkodás területén. És éppen ezért én nagyon szépen köszönöm Érsek atyának, de hagy emeljem most ki személy szerint jó barátomat, Hoppá Pétert is, aki annak idén kulturális államtitkárként nagyon sokat tett ezért a könyvtár, egyházmegyei könyvtár megvalósulásáért, Hegyi Lászlót is, hogy említsem meg, aki nagyon sokat tett akkor pontosan ennek a projektnek az elindításában, és hát persze mindenkinek, akik részt vettek ebben, hogy igenis résztvevői, és nem csak résztvevői, hanem tevékeny alkotó is ennek a értékteremtésnek és értékmentésnek, amire óriási nagy szükség van. És Magyarország kormányára mindig is számíthatnak az egyházak, hogy mindenben a segítséget megadjuk. Nem véletlen hoztuk be azt a támogatási formát, ami az egyházi közgyűjteményeknek a támogatását jelenti könyvtárak, levéltároknak a számára. Mert érték. És sokszor az egyházak azok, amelyek meg tudják mutatni egyik történelmi időszakunknak, azoknak az időszakoknak az értékeit, történelmi beszámolóit, ahova vissza tudunk nyúlni, és amiből erősödni tudunk. És hogyha belegondolunk, hogy 73 évvel ezelőtt ezek a drága kommunisták, hogy a szemináriumot is elvették, és a könyvtár is ideiglenes, úgy, mint a szovjet hadsereg, hogy ideiglenesen volt itt, ideiglenes helyszínre üldözték, most itt egy csodának vagyunk részesei. És ennek a csodának a részesei, azt gondolom, hogy megérdemlik a köszönetet, még egyszer hangsúlyozom, építők is, kivitelezők is, és azok a szakemberek, akik itt fognak dolgozni. Isten áldja Érsek atyát, hogy mindezért nagyon sokat tett, Isten áldja Püspök atyát, hogy mindezt a feladatot tovább viszi, és az ő vezetésével pedig így az egyházmegyei könyvtár nem csak egyháziak részére, nem csak hívő katolikusok részére, hanem mindenki más részére kutathatóvá, és hát felfedezhetővé válik. Arról pedig nem beszélve, tisztelt polgármester úr, hogy egy újabb épülettel szépült meg Pécs, amire óriási nagy szükség volt, mert méltatlan volt ez az épület annak idején, ahogy kinézett. Köszönöm korábbi polgármester úrnak és önöknek is azt a segítséget, amit megadtak az építkezés során. Isten áldja önöket is, és köszönöm szépen, hogy immáron nem is tudom, hogy hanyatszor, de együtt ünnepelhetünk Pécset.